Sziasztok, Lilfrak vagyok a 16. kerületből, rapper, vagy valamit csinálok, mondogatok szavakat zenére, és onnan lehetek ismerős, hogy írtam egy dalt Gyurcsány Ferencről, amit ő is elküldött mindenkinek, és most a hozzám kapcsolódó kérdésekre fogok válaszolni, amit a leggyakrabban szoktak feltenni az emberek. Lilfrak igazi neve. Ezt el kell mondanom. Felvállalom az igazi nevemet, itt az idő. Babaitis Jorgos András vagyok. Ez a teljes anyakönyvezet nevem. Lilfrak hol van most? Lilfrak mindig ott van. Lilfrak Gyurcsány barátok. Legnagyobb spanom a fletó. Puszi innen is. Lilfrak hány éves? Most vagyok 20. Április 25-én töltöm a 21. életkoromat, úgyhogy várom, hogy Amerikában is felnőtt lehessek. Lilfrak koncert. Hát a Lilfrak koncert az általában egy Lilfrak koncert. Nagyon kedves barátommal, Dékomszal szoktuk gyötörni a színpadot. Emellett Kapitány Máté barátommal is sokszor fellépünk közösen. Emellett november 1-től az UNO turnén részt veszünk, ami a Krúbinak a turnéja, és ott leszünk a Kapitány Mátéval vendégzenekar. Emellett januárban az Akvárium Nagyhallban is duplázunk, úgyhogy Lilfrak koncertez. Lilfrak testvére. Nekem mindenki a testvérem, tudod, brókák a teraszon. Lilfrak új album. Április 1-én jelent meg a Brókaz, amit Dékomszal készítettünk. Ő egy fantasztikus producer ember, meg fantasztikus ember is. Lilfrak új album készül. Album mode on, és lesz még decemberben egy új húzás. Lilfrak M1 jelentés. M1-es pálya, mindegyek vagyunk. Meg őszinték egymással. Lilfrak Soros két anyja. Hát van ez a sorom, hogy Soros György lemészárolta volna mind a két anyját, ez a mai teríték. Ezt azért írtam, mert tényleg volt a TV2-n egy ilyen címszalag a tényekben, hogy Soros György megölte volna két anyját. Ezért gondoltam, hogy ezt esetleg fel lehet használni egy dalszövegben is. Most olyan kérdésekre fogok válaszolni, amit különböző fórumokon, gyakori kérdéseken tettetek föl. Lilfrak hogyan tanult meg rappelni? Hát nem tanultam meg rappelni. Nem is tudok. Lilfrakot is Soros pénzeli? Igen. Geci sok pénzt kaptam Soros Györgytől. Lilfrak hogy írja a dalszövegeit? Elutazom Kazasztánba. És ott. Lilfrak milyen zenét hallgat? Hát egyébként mindenféle zenét hallgatok. Amit találok, meg amit csak tudok. Szeretek visszamenni az időbe, meg szeretek aktuális dalokat is hallgatni, igazából nagyon-nagyon nyitott vagyok, meg próbálok minden stílusból építkezni, szóval nem csak trappet hallgatok, hanem minden mást, ami izgalmas lehet zeneileg. Például tök jó lett a Kanye új albuma is, ami ki se jött. Ja, pont ezt akartam kérdezni, ez ki jött? Ja, nem. Sajnos nem. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy mondhattam valami újat, vagy megválaszoltam egy olyan kérdést, ami érdekelt titeket. Én Lilfrak voltam, B55, 16, szeretet.